Lassan halad az oltás Franciaországban. Az ellenzék hevesen bírálja a kormányt, amiért csupán 5000 ember kapta meg idáig a vakcinát, miközben több szomszédos országban már meghaladta több tízezret a beoltottak száma. Az egészségügyi miniszter az oltási kampány felgyorsítását ígérte. Egy párizsi oltóközpontot keresett fel hétfőn a francia egészségügyi miniszter. Olivier Véran látogatásának célja az oltás népszerűsítése volt, hiszen a 67 millió lakosú országban január 1-ig csupán 516 ember kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. A lassúságért a kormány az ellenzék heves bírálatának keresztüzébe került. Ma este 27 központban, ahová már megérkezett a vakcina, elkezdik az egészségügyi dolgozók oltását. Szerdára meg négyszerezzük a központok számát, ami azt jelenti, hogy mintegy 100 kórházban be tudjuk oltani az ott dolgozókat, mondta a tárcavezető. Hozzátette, hétfőn már több ezer embert oltottak be. Az eredeti tervek szerint januárban csak az idős otthonok lakói és dolgozói kapták volna meg az oltást, de most a kampányt kiterjesztik minden legalább 50 éves egészségügyi dolgozóra, valamint a tűzoltókra is. A túl lassú oltási kampányt az illetékesek az évvégi ünnepekkel és a személyzet hiányával magyarázták, továbbá a franciák oltási szkepticizmusával. A francia lakosság mindig is oltás ellenes volt. Ezt tapasztaljuk minden évben az influenza elleni oltásnál is. Rajtunk orvosokon áll, hogy meggyőzzük az időseket, hogy a vakcina előnyei jóval meghaladják a hátrányokat, mondta egy orvos. A kormány jelezte, hogy az idős otthonokba szállítandó oltóanyag mennyiségét megduplázza, és februárra már nem csak az intézményekben, hanem azokon kívül is megnyílnak az oltóközpontok az idősebbek számára. A cél továbbra is az, hogy március végéig 5-10 millióan kapjanak oltást országszerte. Más országokban sokkal sikeresebbnek mondható a kampány. Németország az első héten 200 ezer, Olaszország pedig 100 ezer embert oltott be. Közben az Egyesült Államokban és Kínában már milliók kapták meg a vakcinát. Franciaországban egyelőre nem lehetséges a járványügyi korlátozások enyhítése, mert a járványgörbe nem laposodik. Az óvatosság azért is fontos most, mert már legalább egy tucatnyi ember szervezetében azonosították a koronavírus angliai mutációját. Az oltási kampány felgyorsítását ugyanakkor hátráltatja, hogy hétfőn nem született döntés az Európai Gyógyszerügynökség előzetes ülésén a Moderna amerikai cég koronavírus elleni védőoltásának engedélyezéséről. A testület legközelebb szerdán ül össze, hogy véglegesítse döntését. Ha a zöld utat kap, a Moderna vakcinája lesz az Európai Unióban engedélyezett második oltóanyag. A gyógyszerhatóság december 21-én engedélyezte az amerikai-német fejlesztésű Pfizer vakcina uniós forgalmazását, amelyet a múlt hét óta alkalmaznak a tagállamokban.